2017 volt életem eddigi legjobb éve. Miért 2017 volt életem eddigi legjobb éve? Köszönöm kérdésem, elmagyarázom. Januárban egyből azzal kezdődött az év, hogy rég nem látott hómennyiség esett le a bükre, úgyhogy egész napokat és heteket töltöttem kinn a szabadban. Februárban felköltöztem Budapestre és elkezdtem az Ingervadász heti vlogot. Ekkor újságíróként dolgoztam egy utazásrobotnál, így az országot jártam, hogy felfedezzem a rejtett kincseinket. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok rejtett kincse van Magyarországnak. Márciusban Svájcig kísértem a Jolly Jacker zenekart, valamint ténylegesen elkezdődött 2017 a Bálint italozóban. Áprilisban családi tutajozásra mentünk Lengyelországba, a Dunajec folyóra, majd jött az év legnagyobb kihívása, elindultunk Gáborral a Fekete-tengerre, biciklikkel. Májusban más dolgunk nem is akadt, csak ezt a közel 3000 kilométert kellett letekernünk. Summertime, 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 happiness. Közben nagyon beleszerettünk Belgrádba, tátva maradt a szánk a Vaskapu átkeréskor. Végig integettük a Havasalföldet, belefülöttünk végre a Fekete-tengerbe, hazafelé pedig átkeltünk a Kárpátokon és Erdélyen, új és régi barátokba botolva. Júniusban végvári vitézekké váltunk, koncerteztünk a Solid Mennel, valamint idén is körbe tekertük a Balatont. Júliusban zenekari roadtripre és klipforgatásra mentünk Horvátországba, mely életünk egyik legjobb nyaralása lett, aztán a Benzin közvette át a főszerepet, Szlovákiába hegyi versenyre, Sirokban pedig a kultikus motoros találkozóra mentem. Augusztusban visszatértünk Horvátországba, ezúttal búvárkodni, Váci bringadúrára mentünk, valamint mivel még korábban kiléptem a munkahelyemről és apadóban volt a pénzem, így agresszív munkakeresésbe kezdtem. Szeptemberben a Pedbike Balaton évzáróján mókáztunk pedelek bicajokkal, átköltöztem a belvárosba, sokat kirándultam és vártam, hogy mi lesz munkafrontom. Októberben kiderült, hogy a Kóstolom csapatának tagjaként folytatom tovább, így egriként végre valódi közöm lesz a borokhoz. Gyorsan el is mentünk Szekszárdra, valamint idén sokat jár a Balatonhoz is, ahol az ő évzáró vitorlázásokon és csapatépítőjükön is részt vettem. A hónap végére elkészült az új videóklipünk is, amely szinte ingervadász himnusz is lehetne, annyira imádom, hogy nézzétek meg azonnal. Novemberben elkezdődött a komoly munka, azóta videósként keresem a kenyerem, és ezt nagyon élvezem. Továbbra is járom az országot, csak most már a merülő aksikon és a párásodó lencsékkel idegeskedem, nem a fogalmazáson. Decemberben hazatértem a bükkbe pihenni, családozás, társasjátékozás, gyermek, forgó szélvár, az év utolsó napjai pedig tökéletesen teltek a szülővárosomban, Egerben. 2017, tehát az utazás és a spontán döntések, melyek nagyszerű meglepetéseket hoztak, éve volt. 2018 azonban más lesz. 2018-ban a munkái és a sporté a főszerep, meg a tervezésé, ugyanis 2019-ben egy olyan projektet fogok elétek hozni, vagy elétek tárni, amitől még én is pedig én tudom, hogy miről van szó, csak sikerüljön úgy, ahogy kell. Januárban fogok erre visszatérni, addig nem beszélek róla. Köszi szépen, hogy 2017-ben ilyen sokan voltatok velem, legyen a 2018 még durvább. Igyekszem minden szerdán megint videóba jönni, azonban csak két hetente itt az Ingervadászon, mert a Kóstolommal is elkezdtünk egy vlogot készíteni, ami már 3 epizódon túl van. Itt le tudjátok csekkolni valamelyiket. És iratkozzatok fel arra a csatornára is, valamint kövessetek minket, ugyanis nagyon-nagyon érdekes témákat hozunk. Bor, gasztronómia, utazás, Magyarország, csomó érdekes ember. Nagyon-nagyon király lesz. És azt még elmondanám, hogy 2018 legyen mindenkinek olyan, amilyet megálmodott magának. Mi nem állunk meg, vagyis én.